Ezek az erdei tallérok is megtekinthetők a Jós András Múzeum fejedelmeinek mes és kincsei című kiállításán. A tárlathoz kapcsolódóan az intézmény konferenciát szervezett az erdei fejedelemség másfél század címmel. Többek között a Nyíregyháza és Debreceni Egyetemről, különböző múzeumokból és kutatóhelyekről érkeztek előadók, akik a magyar történelem szerves részét képező fejedelemséget mutatták be történelmi, gazdasági, politikai vagy éppen társadalmi szempontból. A konferencián az érdeklődők előadásokat hallhattak az erdélyi tisztviselők restanciáiról, a kolozsvári boszorkányvádakról és a 17. század erdélyi és magyar királyságbeli nemesi család kapcsolatairól. A mai előadásom az a felvidéki és erdélyi arisztokrata családok kapcsolatairól szól. A 17. század második felébe, tehát Apafi Mihály fejedelemsége idején. Ez egy olyan téma, ami igen szerteágazó, sok terület vizsgálható ezen keresztül, de én elsősorban arra fogok koncentrálni, hogy az arisztokrata családok feleségválasztásaikkal, családi stratégiájukkal, hogy közeledtek egymáshoz. Tehát a korabeli magyar királyság és az erdélyi fejedelemségbeli lehetőségeket fogom vizsgálni. A Jós András Múzeum falai rejtik ebből a korból azt a több mint 200 aranypénzt, amelyekre Újfehértón bukkantak egy véletlen során. A szakemberek úgy vélik, hogy a gyűjtemények darabjai egy fejedelmi kincstárhoz tartoztak, vagy esetleg egy gazdag polgár vagyonát képezték. Hurlik Attila elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapcsolódása a pénzérmékhez és az egykori fejedelemséghez egyértelmű a történelemben, hiszen Szabolcs megye hivatalosan kétszer is része volt az erdei fejedelemségnek. A megyén gazdaságilag szervesen kapcsolódott az erdélyi gazdasághoz, illetve hát a hódoltság és a felvidék gazdálkodásához is, ugyanis a térségünkben sok kereskedelmi út vezetett, amely a balti tengeri forgalmat lengyel és magyar közvetítéssel Erdélybe vitte, és onnan pedig vissza Európa különböző tájaira. Erdély mindig is erős volt gazdaságilag, ásványkincseiben, természeti kincseiben gazdag volt. A konferenciához kapcsolódó fejedelmeink mes és kincsei kiállítás nem csak különböző tárgyak segítségével kalózolja el a látogatókat a korabeli Erdélybe, hanem interaktív módon a gyermekek számára is közelebb hozza a történelmet. Olyan maketteket is bemutatunk a kiállításban, amely a csatákat érzékelteti, és hát múzeumpedagógiai foglalkozásokat is kapcsolunk a kiállításhoz. Kiderült, hogy ebben az évben a minisztérium kimutatása szerint a legtöbb múzeumpedagógiai foglalkozás itt történt a Józsa András Múzeumban. És ezen nagyon büszkék vagyunk, és most szeretném mondani, hogy év végére derült ez ki, de mi ezt továbbra is szeretnénk tartani a nyitott múzeumok elvével, jövőre ugyanígy rengeteg múzeumpedagógiai foglalkozással várjuk a fiatalokat. Éppen ezért a fejedelmeink mes és kincsei kiállítás is látogatható lesz továbbra is, mert nagy érdeklődésre való tekintettel a tárlatot február végéig meghosszabbította a múzeum.